Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Október 22-e van előd és Mária névnapja. 139 éve meghalt Arany János író, költő, műfordító, a Toldi szerzője. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Kombinált oktatási modellre váltanak át a középiskolák hétfőtől négy szerbiai városban. Használati engedélyt kapott a belgrádi Torlák intézetben készített Sputnik V vakcina. Megkezdődtek Vajdaság szerte a megemlékezések az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán. Az óbecsei tambura zene népszerűsítése érdekében több vajdasági településen is koncertezett a Fokor zenekar. Kombinált oktatási modellre váltanak át a középiskolák hétfőtől négy szerbiai városban. Egyelőre Belgrád, Vrnjacka Banja, Niš és Šabac középiskoláit érinti a határozat, amelyeket az oktatási minisztérium hozott. Szerbia minden más községében továbbra is a közvetlen oktatási modell van érvényben. A teljes szerbiai oktatást érintő esetleges váltásról a válságstáb dönthet. Addig is az Oktatási Minisztérium csapata községenként hoz döntéseket az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve. Továbbra is 7000 fölötti a naponta regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Az elmúlt napon 25161 tesztet végeztek, ebből 7696 lett pozitív. 57 újabb páciens hunyt el a COVID-19 szövődményeiben. Kórházban jelenleg 6733 szemét kezelnek, közülük 278-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 122000. Használati engedélyt kapott a belgrádi Torlak intézetben készített Sputnik V vakcina, jelentette be Nenad Popović. A szerb innovációs és technológiai fejlesztési miniszter a közmédia műsorában elmondta, mától a szerb oltópontokon ezeket az oltóanyagokat adják. Eddig 1,5 millió dózist készítettek a torlaki gyárban a Sputnik V oltóanyagból. Az év végéig pedig legalább 4 millió adagot terveznek készíteni. Popović hozzátette, Szerbia az első ország Európában, ahol gyártják az orosz vakcinát. A későbbiekben pedig a vakcina exportjáról is szó lehet. Magyar Kanizsa és Török Kanizsa után Nagy Kikindán zárta Észak-Bánáti körútját a szerb kormányfő. Ana Brnabić ígéretet tett, hogy a kormány a jövőben is jelentős eszközöket fordít majd a régió fejlesztésére. Nagy Kikindán folytatódnak a megkezdett projektek, mint a kórház felújítása, de terpen van egy új ipari park létrehozása. A vízgyár kiépítése, valamint hamarosan megkezdik a Zombor Nagy Kikinda gyorsforgalmi út építésének munkálatai. A szerb kormányfő Nagy Kikindán először az ipari parkba látogatott el, a francia Mecafor Produkt szerbiai gyártási üzemébe, ahol 2016 óta készítenek különleges gépkocsi, tavaly óta pedig a szerb állam 1 020 000 eurós szubvenciójának köszönhetően repülőgép alkatrészeket is. A gyárban speciális számítógépes beállítással érik el, hogy az elkészített alkatrészek a legprecízebbek legyenek. Tervezik még egy ipari park létesítését Nagy Kikindán, de folytatódnak a megkezdett beruházások is, mondta az Ana Brnabićcsal közösen tartott sajtótájékoztatón Nikola Lukács, az Észak-Bánáti város polgármestere. Započeti projekti, kako je rekonstrukcija opšte bolnice Kikinda, fabrika vode koja će u narednom periodu krenuti, brza saobraćajnica Sombor Kikinda koja će za ovaj region i grad Kikindu značiti mnogo i povećati investicione potencijale. Zajednički ćemo iznaći sredstva za opremanje nove industrijske zone i time privući nove kako strane, tako i domaće investitore. A szerbiai polgárokkal és az egészségügyi dolgozókkal való törődés kapcsán különös jelentőséggel bírnak az egészségügyi intézmények korszerűsítései, köztük a Nagy Kikindai Közkórház felújítása is, fogalmazott a szerb kormányfő.
Krenuli smo 27. septembra sa prvom fazom koja je investicija od nekih 334 miliona dinara. Polako projektujemo i za drugu fazu, tako da očekujem da već u oktobru, krajem oktobra 2022. godine mi imamo završenu prvu fazu i da smo već krenuli sa drugom fazom. To je jedna od stvari gde nekako jeste fokus Vlade Republike Srbije, nešto što je nama izuzetno, izuzetno značajno, nešto što su naši građani zaslužili, naši zdravstveni radnici zaslužili. Ana Brnabics végül a felújított nagykikindai kultúrközpontot is meglátogatta, ahol alkalmi hangversenyt adtak a tiszteletére, valamint a kézműves szakosztályok és a néptáncosok tagjaival is elbeszélgetett. Ígéretet tett, hogy a művelődés egyesületek munkáját is a jövőben nagyobb összeggel támogatja majd az állam. Új réz és aranybánya nyílt Borban, amely a világ egyik legnagyobb réz és aranyérc lelőhelye. A beruházás kínai befektetésből valósult meg. Alekszandr Vucic szerb elnök a megnyitó után körbejárta az üzemet, amely a legújabb technológiával lett felszerelve, így pedig a magasabb környezetvédelmi normáknak fog megfelelni. Az új bánya több mint 1200 új munkahelyet biztosít. Alekszandr Vucic köszönetet mondott a kínai népköztársaságnak, amiért lehetővé tették azt, hogy Szerbiában egy ilyen modern bánya jöhessen létre. Da se mi ne lažemo, još 20 godina mi ovo ne bismo mogli na ovakvom nivou da napravimo. I to sam nas, Srbe i građane Srbije, počastio time. To vam samo pokazuje koliko zaostajemo za onim zemljama koje su značajno ispred nas i koliko još moramo da učimo i od naših kineskih i svih drugih prijatelja i koliko još moramo da napredujemo da bismo mogli da idemo u korak sa svetom. Befejeződött a Nemzetközi Valuta Alap és a Szerbia közötti szerződés első felülvizsgálata. A Nemzeti Bank, a Valuta Alap, a pénzügyi tárca és szakértők között az elmúlt napokban folyamatos volt az egyeztetés annak érdekében, hogy a szerződés a strukturális reformok folytatását, továbbá a makrogazdasági és költségvetési stabilitást biztosítsa. Szerbia idén az első 9 hónapban a vártnál jobban teljesített. Ez pedig az adóbevételeknek volt köszönhető. Színése Máli szerb pénzügyminiszter elmondta, a gazdaság a vártnál gyorsabban felépült a válságból. Szavai szerint a gazdasági növekedés az év első felében 7,6%-os volt, a harmadik negyedévben 7% lesz, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt, hogy Szerbia 2022-es költségvetési tervezete november 3-án kerül a kormány elé. A hónap végéig pedig a köztársasági parlament is szavaz az majd a büdzséről. Emlékművet avattak Zentagunarason. Az eseményen az 56-os magyar forradalomról és szabadságharcról is megemlékeztek. A zentagunarasi eseményt a magyar himnusszal kezdték. Tomik Nimrod történész beszélt az emlékmű fontosságáról. Arra jutottunk, hogy jó lenne egy olyan emlékhelyet létrehozni, amely bemutatja a zentagunarasiaknak az életét és a legfontosabb történelmi fordulópontjait. Ez ilyen 1848 első második világháború, az 56-os események és a 90-es évek balkáni háborúiról is megemlékezünk. Sajnálatos módon zentagunarasiak több áldozatot is adtak az elmúlt 170 évnek a történelmi háborúiból. Barát János helyi plébános szentelte fel az új emlékhelyet, az eseményen részt vett a zentagunarasi Nagy Péter, aki szerint fontos emlékezni a múltra. Hogy többet olyan ne forduljon elő, például se a 48-as, se a felszabadító háború, se utána az újkori háborúk, ne ismétlődjenek meg, mert ezek az emberiség részére nagyon rosszak. A fa, ami az emlékmű közepén helyezkedik el, azt jelképezi, hogy mindenki egy tőből származik, mondta Sipos Hajnalka, Zentagunaras helyi közösségének titkára.
két név került csak kiemelésre. Az egyik az újkori háborúnak egy helybeli fiatalember, aki sajnos halottja volt a háborúnak. Az ő nevét emeltük ki, valamint dr. Reiki Mártonnak a nevét emeltük ki, mivel ő falunk szülöttje volt, ő 12 éves koráig itt nevelkedett a faluba, mint Klein Moore néven, később változtatta meg a nevét, és úgy gondoltuk, hogy az ő neveiket kellene tán csak külön kiemelni. Az eseményen a résztvevők megkoszorúzták az új emlékművet. Az óvodásokkal és iskolásokkal közösen emlékeztek meg a Móra István Művelődési Egyesület tagjai Keviben az 56-os forradalomról és szabadságharcról. Az eseményen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere, valamint Kormányos Zoltán helyi plébános is. Történelmi összefoglalót a Zentai Gimnázium történelem tanára Pataki Tibor mondott. Úgy gondolom, hogy minden évben fontos erről megemlékezni, és átadni a fiataloknak, a kisiskolásoknak, az óvodásoknak, és ezekkel a programokkal, ezzel a programmal tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy megemlékezzenek. Közösséget építünk, hiszen a család is szerves része ennek a mai műsorunknak. Az 1956-os forradalomban azok tudtak cselekedni, akik a diktatúrában rájuk kényszerített rabság idején is szabadok maradtak, mondta a családokért felelős magyar tárca nélküli miniszter Budapesten a Műegyetemen a forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából. Novák Katalin szerint a felkelők magukban őrizték azokat az értékeket, amelyeket szüleik, nagyszüleik, tanáraik mellett a magyar élet rájuk hagyományozott. Tudomásul vett a kettős nevelést, de szívüket, szellemük szabadságát nem adták, mondta. Úgy fogalmazott, az ember, a magyar pedig különösen génjeiben hordja a múlhatatlan igényt a szabadságra, de nekünk magyaroknak ott van zsigereinkben a magunkra utaltság rideg valósága is. Ahogyan 1956-ban nem számíthattak a magyarok magukon kívül senki másra, ma is kevés igazi szövetséges talál az ország az európai vezetők között, tette hozzá a miniszter. Magyarországon 24 többségében idős, krónikus beteg halt bele a koronavírus szövődményeibe, és újabb 2548 esetben mutatták ki a fertőzést. Kórházban 1233 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. A magyarországi Pető András kar szakemberei tartottak fejlesztő foglalkozásokat Zentán. Napsugaras ősz elnevezéssel tartottak ünnepséget Szabadkán. A Milosz-Zrnyánszki Vajdasági Művelődési Központ 45. alkalommal ítélte oda a Milica útja nevű díjat, melyet kiemelkedő költőnők kapnak. Idén a pancsovai Jaszmina Topics kapta az elismerést Ideiglenes lakhely című verses kötetével. Ez a díj rendkívül fontos a fiatal költőnők ösztönzése érdekében, akik csak most kezdték papírra vetni a gondolataikat. Hangsúlyozta a díjátadón Dragana Milosevic tartományi művelődési titkár. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje naravno u tome svemu vidi značaj, pre svega zato što naše institucije kulture realizuju sve ono što se odnosi naravno na očuvanje i pisane reči, ali i književnosti, i tradicije, običaja, jezika, kulture sveukupne, i to naravno radi vrlo istrajno, vrlo požrtvovano, vrlo ambiciozno iz godine u godinu i ne prekida tu tradiciju koja je veoma važna za buduće generacije. A magyarországi Pető András kar szakemberei tartottak fejlesztő foglalkozásokat Zentán az idegrendszeri megbetegedéssel küzdőknek. A Pető módszer a világ eddig közel 48 országába jutott el. A két hétig zajlott szűrés és fejlesztés alatt napi 3 csoportban érkeztek a páciensek. Az elmúlt években Vajdaság több településén kerültek már megszervezésre a komplex fejlesztést biztosító programok. A következő konduktori fejlesztés Szabadkán
napján lesz megszervezve, amelyre a 024 670 010-es telefonszámon vagy e-mailben a képzés@vm4k.org.rs oldalon jelentkezhetnek az érdeklődők. Ezek a fejlesztések, hát 90-110 percesek voltak, és meghatározott csoportok számára lettek meghirdetve. Három nagy csoportba sorolhatók azok a személyek, akik ide érkeztek. Az egyik a Parkinson-korra rendelkező személyek, a hemiplégiások, vagyis valamilyen féloldali bénulásban szenvedők, és a szklerózis multiplexben szenvedő személyek. Ezek összesen 8 személy volt, aki a 2 hét folyamán napi rendszerességgel látogatta ezeket a fejlesztéseket. Az óbecsei tambora zene népszerűsítése érdekében több vajdasági településen is koncertezett az elmúlt hetekben az óbecsei fokos zenekar. A népzenei dallamokkal és dokumentumfilmekkel tarkított előadás utolsó állomása tegnap volt az óbecsei tán emlékházban. Utolsó állomása az érkezett a Fokos Zenekar koncert sorozata. Csütörtök este az óbecsei tán emlékházban mutatták be Óbecse község népzenei hagyatékát. A zenés és dokumentumfilmes produkciót Adán, Péter révén, Bácsföldváron, Zentán és Topolyán látta korábban a közönség. A zenei pályafutásunk kezdetén már rájöttünk arra, hogy akkor lehetünk igazán hitelesek, hogyha a saját szűkebb régiunk népzenei hagyatékát helyezzük előtérbe, és így kezdtünk el ugye tambura muzsikával foglalkozni. Először Bodor Anikó és Burány Béla könyveit használtuk, tehát hangzóanyagok nem igazán álltak rendelkezésünkre, de már akkor megfogadtuk azt, hogy ezeket ki fogjuk kutatni. A muzsikusok szerencsére találtak még olyan idős zenészeket, akik első kézből tudták tolmácsolni a múlt század derekán zajló zenei életet Óbecse községben. Király Ernő felvételének és a visszaemlékezők beszámolóinak köszönhetően a Fokos egy régi hagyományt, a bőgő temetést is be tudta mutatni. A népzenészek szerint a tambura az utóbbi években a reneszánszát éli. Egyre több gyerek, fiatal tanul játszani ezen a hangszeren. A Fokos zenekar, amikor ezt el tudta juttatni, a felszállott a Pávában, és ott meg tudtuk mutatni tényleg országvilág előtt, hogy milyen szépen is szólhatnak a tamburák, hogyha az igényesen van hozzányúlva, és igényesen van elmuzsikálva rajta egy-egy nóta. Megmutattuk ezt, hogy ilyen van, és mennyire szép ez a muzsika, és onnantól kezdve tényleg úgy látjuk, hogy egyre többen foglalkoznak, főleg fiatalok csatlakoznak ehhez a tamburás mozgalomhoz. Az Óbecsei Tánfivérek értelmiségi kör szervezésében megvalósuló programsorozatot a Magyarországi Agrárminisztérium támogatta. Hazajárók címmel tartottak kerekasztal beszélgetést Magyar Kanizsán a községnapi rendezvény sorozat részeként. A vendégek között volt Terzin Anna, Hegedűs Lendvai Eszter, Magyar Roland és Újvári Zsombor. A beszélgető partnerek mindegyike valahogyan kötődik a tiszaparti településhez. A kötetlen beszélgetés moderátora Németh Ernő újságíró volt. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy azok, akik elmentek Magyar Kanizsáról, hogyan gondolnak vissza erre a városra. Vannak olyanok is, akik nem mentek el, ugye nagyon sokat gondolkodtak, az észnek és a szívnek kellett úgymond verekedni, és akkor úgy döntöttek, hogy itt maradnak, pedig ez sem volt könnyű döntés. Lesznek olyanok viszont, akik Budapesten élnek, és szeretnének Magyar Kanizsára költözni. És olyanok is vannak, akik nem mentek el, hanem azon dolgoznak, hogy minél szebbé, minél élhetőbbé tegyék Magyar Kanizsát, hogy minél többen jöjjenek ide talán vissza. Napsugaras ősz elnevezéssel tartottak ünnepséget tegnap este Szabadkán az újfaluhelyi közösségben. Idén is színes programmal készültek a gyerekek. A szabadkai Gyúroszalai általános iskola diákjai mellett felléptek a Crystal Dance stúdió táncosai is. Verssel, dallal, rövid színdarab részletekkel és táncos előadásokkal köszöntötték a gyerekek a közönséget csütörtökön. Tóth Márk és Balázs Emese, a szabadkai Gyúroszalai általános iskola diákjai is felléptek a rendezvényen.
A galagonyával, meg a szöllővel. És nehéz volt megtanulni a szövegét? Nem. Keveset, mert ez már négy dal volt, és már fölléptem ebben egyszer vele az internetnón, meg így. Melyik ez a népdal? Rúgdapadlást egy. Góli Csilla, az esemény szervezője elmondta, a rendezvény célja a generációk közötti különbségek eltüntetése. Ennek a rendezvénynek a közösségünk szempontjából két célcsoportja van, az egyik ugye a nyugdíjas polgáraink, a másik pedig a gyerekek, ugyanis a Gyúrószalai Általános Iskola alsós tagozatai fognak fellépni, a műsor az magyar és szerb nyelvű lesz. Ennek az iskolának sajnos nincsen díszterme, nincsen tornaterme, úgyhogy igyekszünk nekik, amikor csak tudunk teret biztosítani, akár fellépés, ilyen típusú fellépése, vagy kiállítás megszervezésére. A napsugaras ősz elnevezés és ő rendezvényre teljesen megtelt a terem érdeklődőkkel. Klem József 99 című kötetéből válogatott vers szállítással indította évadát a Szabadkai Csát Géza művészetbaráti kör. Az eseményen elhangzott a művészetbaráti kör számára fontos, hogy vajdasági magyar írók és költők műveit mutassák be a közönségnek. Így esett a választás Klem Józsefre is. A könyv, amelyből a verseket válogatták, 2013-ban jelent meg, és haiku verseket tartalmaz. A haiku egyébként a japán költészet egyik jellegzetes vers formája, egy haiku 17 szótagból áll. A rendezvényen, amelyet a Szabadkai Városi Könyvtárban szerveztek, a művelődési kör tagjai elszavaltak néhány verset, majd egy beszélgetés következett a szerzővel. A világban sajnos a szavak elveszítették az erejüket, devalválódtak, ugyanis nem érezzük már, hogy milyen jelentéstartalom húzódik meg egy-egy szó mögött. És ha 17 szótagba kell sűríteni mindazt, amit el akarunk mondani, akkor egy kicsit jobban oda kell figyelni a szavakra, egy kicsit jobban oda kell figyelni, hogy hogyan szerkesztjük meg ezt a verset, hiszen egyébként üresek lesznek ezek a versek. Papp László valamikori törökkanizsai bankár hagyatékából mintegy 300 magyar nyelvű klasszikus kötet kerül hamarosan a helyi Branislav Nusić népkönyvtárba. A kötetek mind jó állapotban vannak, és különlegességek is akadnak közöttük. Magyar és világirodalmi klasszikusok is megtalálhatóak az adományban. A nagyértékű kötetek Papp László második felesége Ilonka halála után kerültek a törökkanizsai Bánszki Máriához, aki szerint igazán különleges darabok is megtalálhatóak közöttük. Érdekesek ezek a magyar regényírók kötetek. Ezek sincsenek sorrendben, nincs meg, tehát komplett. Valószínűleg, hogy ezeket is osztották, de viszont benne van az Ex Librisze, a volt tulajdonosnak Papp László, ugye piros cintával Papp László könyve, és ez mindegyikben benne van. Értékes én szerintem, hát a magyar klasszikusok, Gál 40 kötet, Gárdonyi Gézától, 30-valahány kötet, Mikszáth Kálmántól. Újhelyi Nándor, a törökkanizsai községi képviselőtestület elnöke megköszönte az adományt, és bízik benne, hogy a könyvtárban méltó helyre kerülnek a kötetek. Nem csak irodalmi fontossága van ennek az ajándéknak, hanem tulajdonképpen történelmi szempontból is nagyon fontos, hiszen egy részét az akkori időnek föltárjuk, mint említettem, közkincsé tesszük, és a mostani nemzedékeknek, illetve hát a jövő generációi számára is elérhetővé tesszük. Nagyon fontos, hogy a Városi Könyvtár ezt méltóképpen, megfelelőképpen gondozza ezeket a köteteket, illetve hogy mindenki számára elérhetővé tegyen. A több mint 300 magyar nyelvű kötet hamarosan átkerül a törökkanizsai könyvtárba, ahol azután az érdeklődők hozzáférhetnek majd. Adományozók látogatták meg a tiszaszentmiklósi tragikus körülmények között 7 gyermekével egyedül maradt Szarvák Krisztinát. Stábunknak elmondta, retteg az előttük álló téltől, hisz mindenük elfogyott már.
Az utolsó 4000 dinárból vásárolt egy kis tüzelőt a tiszaszentmiklósi Szarvák Krisztina, hogy meleg otthont biztosítson 7 gyermekének. A jó akaróknak köszönhetően így pár napig nem fázik az édesapa nélkül maradt család. Nagyon sokat jelent, mivel nagyon kevés a jövedelmem. Így a fa, a ruházat így nem igazán bírom megvenni. Mi az, ami most égető problémát jelent, illetve égető szükségetek van rá? A téli ruházat, a gyerekeknek az iskolába, illetve a tűzifa. A vajdaság több településéről érkező adományok mellett Tisza-Szentmiklóson összefogással sikerült az elmúlt időszakban könnyebbé tenni a nehéz sorsú család mindennapjait. Az adománygyűjtésbe többen bekapcsolódtak az elmúlt időszakban. A Tisza-Szentmiklósi Szent József Egyházközösség is szervezett gyűjtést, és törekszik arra, hogy mindenbe segítse a Szarvák családot, amiben tudja. Több egyházközség is az egyházmegye területén gyűjtést szervezett. Volt, aki pénzadománnyal tudott hozzájárulni, ruhával, tartós élelmiszerrel. A gyermekek oktatásához nélkülözhetetlen laptopokkal, egyéves internet eléréssel, de sok más dologgal gazdagodott a család a VMS helyi szervezetének köszönhetően, mondta a párt helyi elnöke. Törtei János hozzátette, jelenleg a biztonságos lakhatásuk megoldása a cél, még a tél beállta előtt. Itt már van 2-3 ház, amit előre láttunk nekik. Persze, hogy az ő döntésük lesz, hogy melyik lesz az a ház, tehát főleg a gyerekeknek a döntése lesz, az körbe fogom vezetni őket mindegyik házba, hogy melyik tetszik legjobban nekik. Törtei János hozzátette, ígéretet kaptak egy magyarországi vállalkozó támogatásáról is. Aki segítene a Szarvák családnak, a 062 860 80 29-es telefonszámon keresse az édesanyát, Krisztinát. A pénzed se tűnt el, ugye? A hétvégén napközben erősen felhős, borongós időre számíthatunk, kisebb eső, záporok is előfordulhatnak helyenként. Mindössze 11-16 fok várható a legmelegebb órákban. A hűvös nappalokat több helyen hideg éjszakák követik. Vasárnap hajnalban akár 5 fokra is lehűlhet a levegő. Vasárnap csap össze a topolyai TSC a belgrádi Partizánnal. A mérkőzést a TSC arénában játsszák majd 13 óra 30 perctől. A topolyai csapat új vezetőedzője Mirko Jovanović elmondta, a játékosok kellően motiváltak, nyerni akarnak. Ono što od ove utakmice očekujem, to je da popravim utisak. To je ono što je najbitnije, jer utakmica protiv Partizana, koja je praznik futbala u Topoli, je stvarno jedna prilika da svi momci zaigraju 120% od svojih mogućnosti i da pruže takvu partiju kako bi publika koja će popuniti stadion u Topoli bila zadovoljna. To je ono što u principu ću i najviše zahtevati od svojih igrača, da maksimalno pristupe utakmicu. Megnyerte szervezete a Vakon legrangosabb tornáját az entai kickboxoló Kéri Valentina. Így 2017 után ismét világbajnoki címet szerzett. A tornát az olaszországi Jeszolóban tartották. Halász Mihály tanítványa az elődöntőben a török Aksoy Kübra, a kiegyenlített küzdelmet hozott döntőben pedig a horvát Mária Bodács ellen győzött a 65 kg-os lókik kategóriában. Kéri remek formában van idén, hiszen májusban Karlovácon, az Európa kupát, szeptemberben Budapesten pedig a világkupát is megnyerte. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Kombinált oktatási modellre váltanak át a középiskolák hétfőtől 4 szerbiai városban. Használati engedélyt kapott a belgrádi Torlák intézetben készített Sputnik V vakcina. Megkezdődtek vajdaság szerte a megemlékezések az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán. Az óbecsei tambora zene népszerűsítése érdekében több vajdasági településen is koncertezett a Fokor zenekar.
Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Minden jót, na viszontlátásra!